Sziasztok! Mi vagyunk a Stadium Max, és nézzétek ti is a neon.hu-t. Ez egy viszonylag friss produkciónak mondható a zenei szakmában, illetve az elektronikus zenei szakmában. Körülbelül egy-másfél évvel ezelőtt döntöttük úgy, hogy egy külön duót fogunk alkotni. 4-5 év stúdió munka után úgy döntöttünk, hogy annyi ötlet gyűlt össze így a közös munka alkalmával, hogy ideje lenne egy saját produkciót formálni, és így született meg a Stadium X. Igazából mi egy DJ-producer duó vagyunk, így időnknek a nagy részét saját zenék elkészítésével, saját zenék megírásával szoktuk tölteni, de így a saját zenéink kapcsán számtalan remix felkérést kapunk, aminek így próbálunk eleget tenni, és emellett időnk nagy részét még szerencsére az élő fellépések is ki szokták tölteni. Igazából így munkafolyamat szempontjából nincs különbség, hogy most duóban csinálnánk, vagy egyedül. Inkább ez azért jó, mert ha valamelyikünk szerzői válságba kerül, vagy éppen annyira nem jön az ihlet, mint egyébként, így nagyon jól ki tudjuk egymást cibálni ebből a válságos helyzetből. Az nagyon fontos, hogy úgy érezzük, hogy kiegészítjük egymást. Ez ugyanúgy igaz a stúdióban, de ugyanúgy igaz a DJ pultban is. Végeredményben egy olyan produktum kerekedik ki ebből az egészből, ami tetszik az embereknek, és mi is elégedettek vagyunk vele szakmailag. Rögtön az első megjelenésünk, ami a Howl the Moon nevet viselte, a Tyler Rain-nel közösen készítettünk el, már rögtön Beatporton az első helyen landolt, a második héten belül, ami így külföldi viszonylatban is így nagyon-nagyon nagy szónak számít. Ezen kívül nagyon-nagyon sok zenei tévé, rádió játszotta a dalt, ezen kívül októberben platina lemezt is kaptunk ezért, ami így ebbe az elektronikus zenei körökbe is egy kiugró dolog. Utána ez a dal annyira megtetszett David Guettának, hogy felkért az akkori Lovers on the Sun EP-jére, hogy készítsünk egy remixet, amit azóta is a mi verziónkat játssza az összes bulin. Nagyon sok országot, kontinens megjártunk az elmúlt egy év alatt, ami minden bizonnyal úgy néz ki, hogy jövőre csak még sűrűbb lesz, illetve még több helyre sikerül ellátogatnunk. David Guettának annyira tetszett ez a remix, hogy úgy alakult, hogy egy közös dalt is készítettünk vele az új albumára. Úgy néz ki, hogy jövőre egy esetleges közös turné is szóba kerül, illetve hát nyáron már valószínű, hogy 5-6 dátumon is együtt fogunk játszani vele kinni Bizám. Jövő évi tervek az így ennyi, illetve csomó új zenét készítettünk, illetve csomó új remixet készítettünk, ami hála Istennek nagyon a visszajelzések alapján nagyon, nagyon jó fogadtatásban részesül. Most jelent meg legújabb zenénk, ami a második zenénk. Ez most a Beatport harmadik helyén van összesítettben, szóval még már nincs messze az első hely, de reméljük meg lesz. És ami nagyon fontos, most így fél év után visszatértünk Magyarországra, és most pénteken a Club Play-ben lesz egy másfél órás fellépésünk, ami szerintem elég nagy durranásnak ígérkezik. Ott találkozunk!